Na. kolléga rábeszélt egy ilyen svájci laboratórium, F-vízi. Visz laboratóri. Igen, Swiss. De nem szabad kimondani az első vezetés, akkor nem azért reklám, tudod. Ja, Az, hogy értem. visz laboratóri, igen. Visz laboratóri, álciummal tele, Azzal bazd meg. meg itaminokkal. És milyen? Hát figyelj, egyébként kellemes. A mangós narancsos még jobb, én azt szoktam fogyasztani, ajánlom Ez mi ez? mindenkinek. Ez Erdei erdei gyümölcsös, kérlek gyümölcsös, igen. szépen, erdei Forest gyümölcsös. fruit flavored, új de szép alliteráló. Igen. Carbonated vitamin drink. Na gyerekek! Szóljon az ének. Igen. Hát gyerekek, rég volt ventilátor, úgyhogy mi? Ventiláló, Ventiláló, igen. bocsánat. Egymás között ventilátornak hívjuk a rovatot ezért. Igen, meg amúgy is kéne már egy jó ventilátor, mert most nem megy a izé. Mi történik? Beütöm, hogy mi van. Ja, beütött. Figyelj, akkor kezdjük ezzel. Én a Kezdjük ezzel, mert gyerekek. ez van itthon, kis hazai magyar ugar. Ott is ott van. Bassz meg, na mindegy. Igen, azt elmondanánk, hogy én elmondanám legalábbis, hogy nagyon-nagyon sok minden van, amit kiventilálnék szívem szerint, de próbáltunk arra szorítkozni, ami legalább valamilyen szinten kapcsolódik a Művészethez. művészethez, meg a zenéhez. Tehát, hogy nyilván megvan a véleményünk a könnygázzal fújogató pribékekről, Igen, meg az azonnali kérdések órájáról, és a tanársztrájkokról, és tanárperekről, és a többi, és a többi. De ahhoz egy gondot azért hadd fűzzek hozzá, hogy igen, utána befejezem. csak a könyvgázfújogatáshoz, hogy Igen, mondhatsz mondja nemet is, csak. tehát tudom, hogy fölesküdtetek a hazára, de a parancs megtagadás létezik, tehát hogy Igen. Nem? Azt mondták, úgyhogy fújjad! akinek meg meggyőződése, arra meg én is tudnék mit mondani, de azt tényleg engedjük el. Tehát aki Igen. meggyőződésből fújogat diákokat, gratulálok, magyar rendőrség. Tehát ezeket így azért engedjük el, mert ahhoz valószínűleg egy ventilláló rövid lenne, meg különben is kértéde, hogy ne legyen politika, nem Mi se lesz. akarunk rosszat a csatornának, az meg a Így harmadik. van, Most az, így hogy van. politika nincs, hát ez a műsor arról szól, hogy bármi belefér. Tehát igazából itt még lehetne is, csak erről mi se akarunk, mert nem tudnánk olyan szalonképesek lenni, hogy ne érjen 2 év instabant a csatornánál. Tehát Igen, komolyan, igen. engedjük el. A többi témáról is nehéz lesz, de megpróbáljuk. Na Tehát parancsolj, vezest föl! 2023-ban Magyarországon fonogram díjat ér a valami keserű és valami sós, valami édes, nem vagyok jós. Vannak halászfel is frázisok, amik gyakorlatilag megkerülhetetlenek, mert hozzám tartoznak, mert így fejezem ki a gondolataimat. Nem feltétlenül a lustaság, mert a lustaságot azt én sem nagyon szeretem, tehát a dalszövegírásnál. Azért az elgondolkoztató és tükrözi a magyar zenei szakmát, meg az életet, az egészet. Tehát, hogy Igen. nem tudom Igen. tényleg, hogy Igen. basszus, mert úgy tudom, hogy kiadónak kell nevezni. Én tök. Nem. Egyik kommentben jött ez, hogy kiadónak kell nevezni a fonogramra. Én nem tudom, hogy mi alapján lehet oda bekerülni. De De tartunk majd róla egy kerek asztalt, tehát azt tervezzük már majd nagyon nagy erőkkel, ha mindenképpen. tervezzük és próbáljuk összehozni, igen. Igen, viszont azt azért hozzátennénk, hogy hát ennél azért csak jobb lemezek voltak tavaly, tehát hogy Igen. És nem a Leander Kiss lemezre gondolok. mint szövegében, mint mondani valójában, és még talán zenei megoldásaiban is. Tehát, hogy nem vitatjuk el a depresszió úttörő jellegét 2002-ig, vagy 2004-ig Jó bezárólag. indulattal, igen. Nagyon Ott szerettük. azért már az Iggy Pop feldolgozásra kim volt a lólát, tehát Igen. hogy azért ott már Igen. úttörő jellegre, amikor egy Sum 40-ben Iggy Pop-ot dolgozunk föl, akkor nem ezt nyúlunk rá, Jó, nem tudom melyik volt az igaz. igen.
Ott már úttörő jellegről végképp ne beszélgessünk, de az első két lemeznél ezt tartom, határozottan. Igen, és nem vitatjuk a depressziónak ezt a jellegét, meg azt sem, hogyha kaptak volna mondjuk egy fonogram díjat az Amíg Tartér, azt teljesen aláírnánk, és mellszélességgel ott állnánk mellettük. Igen. Az, hogy a Vissza a Földre lemezt egy ilyen szakmai díjjal kéne elismerni, na azt maximálisan nem gondoljuk, és főleg ez az indok, hogy ennél csak jobbakat tudnánk kb. Idén, vagy tavalyról mondani itthonról. Tehát, hogy ott a videóról oda föltesszük, elmondtuk, hogy mik a problémáink vele, továbbra is tartjuk. Én kicsit azt gondolom, hogy inkább ez egy ilyen életműdíj, hogy ha már elővel lettetek, akkor neztek, vigyétek, a többiek még fiatalok majd megkapják. Tehát én kicsit ezt látom bele, ahogy az Oscar díj az néha, ahogy a Grammy díj az néha, ahogy a Rock and Roll Hall of Fame díj az néha. Hát ha a Jet Set elkaphatott 88-ban életműdíjként Grammy-t, na ja. Akkor ugye a Justice letúrva, akkor miért ne kaphatna a Depp is életműdíjat? Igen, tehát, hogy alapjában véve szerintem itt hatalmas problémák vannak azzal, hogy miért is adják ezt a díjat valakinek. Igen. Lehet ezt életműdíjként odaadni, csak akkor hívjuk annak. Mint igen. Ahogy például a Viva Kometen, vagy mit tudom én, hol voltak életműdíjak, és mondjuk kapott egy Ákos, vagy egy Tankcsapda, uh-huh. Vagy egy Demién, vagy nem tudom ki kapott még, tök mindegy. De az a lényeg, hogy ott ki volt emelve, hogy ez az életműre jár, nem az adott lemezre, igen. Nem az adott dalra, vagy videóklipre, hanem, mert az nem érte már el azt a színvonalat, amit kellett volna, és ez így gyakorlatilag oké. Okay. De még érted, de még ha nehéz szó, én azt is jobban megértem, mint ezt, mint pont igen. Ezt. Igen. Az ahol a csúcsra vannak járatva az ezerszer elkoptatott kínrímek, meg a az összes többi frázis, amivel gimis zenekarok dobálóznak. Tehát nem. Igen, és ezzel az igényes zenét köpjük pofán, bocsánat. És azt, ami szól valaki. Igen. És gondolhatnánk, hogy ez csak a mi véleményünk, de nem. Tehát akivel erről beszéltünk, mióta megjelent a depresszió lemezés, higgyétek el, hogy igyekeztünk reprezentatív kutatást csinálni. Nem kicsi a nagyon, nagyon széleskörűen beszélgettünk erről különböző zenészekkel, zeneipari szakemberekkel, barátokkal, ismerősökkel, család, gyakorlatilag mindenkivel, akit igen. Így ismerünk, és szóba jött, vagy szóba hoztuk teljesen véletlenül, igen. És mindenki azon az állásponton van, kivétel nélkül mindenki, hogy ez a depresszió, ez nem hogy kapufa, de mellé. Igen. Jó lövés-bedobás. Ha már focis hasonlatokkal dobál, azon egy emberrel találkoztam, aki átment inkább Kondás Elemérbe, és azzal reagált, hogy következő kérdés? Ja. Tehát, igen. Volt igen. Egy, aki tartózkodott, mondjuk azt, de fülelő apróbb nagy többséggel többen megerősítettek minket abbéli gondolatunkban, hogy ez a fonogram díj, ez így mellé is húzott. Nem tudom. Úgy érezzük. Ettől függetlenül gratulálunk a depressziónak a díjhoz, csak szerintük most éppen nem érdemelték meg. Igen, tehát az a gond, hogy nem kaphat mindenki akkor díjat, amikor megérdemelni. Ja. Vagy nem kaphat, vagy nem kap. Ja. Mert a Depinek lényegében csak olyan lemeze van, amiért jobban kiárt volna egyébként. Lényegében. De mit tenné még ez alá? A Vissza a Földre után. Alá? Után, aha. Szerintem lehet egyébként. Mert én úgy kb. Semmit és... Nálam a folyamat zajlik, meg a válaszok után azok teljesen kb. Semmi. Na, melléjük oda teszem ezt a Vissza a Földre. Uh-huh. Amúgy a nehéz szó az tök jó volt, igen. Meg a vízválasztó előtt is én relatíve jó dalokat, meg jó dolgokat találtam a depresszió zenéjébe. Uh-huh. Viszont ez a három lemez, ez így... Uh-huh. De amúgy az a baj, hogy a Késhegye az meg egy jó dal. Van ott még jó, de persze. Ja, de... Csak úgy önmagában lemezben nem működött aha. A dolog. Csak a zene, ha durvák a soraim, ugye tudjuk. Na. Jézusom, na jó, ugorjunk. Na, akkor maradunk továbbra is. Hungarian vizeken. Hungarian Lucky Game.
ez elmúlhatak legalja hír a zenei vonalon, srácok. Tehát, hogy hogyan lehet egy jó tehetségkutatót a nevekkel elkúrni, már a nevek bejelentésével. Tehát, hogy a Voice azért szerettem én régen, mert az egyetlen TK volt, amiben nem pofázott bele a közönség, hanem csak az úgymond szakmai zsűri. És az a szakmai zsűri egyébként Malek Andreástól, Mezőmisistől, Karamellestől egy válogatott gárda volt a mostanihoz képest. Mert meg miről... a Somló volt még. Meg a Somló, igen, igen. Mert miről is van szó? Itt van Trokán Nóra, aki nagyszerű színésznő, énekes szerepei is vannak, legyen. Előadó művész, mondjuk egy hang alapján ítélő műsorban, nem tudom. Elég fura választás, maradjunk igen. annyiban. Igen, Miklós Erika, ő hangterén alá van írva. Patent, világhírű koloratúr, szoprán, énekesnő, és Ner Lovagina, nem is értem, mit keres az RTL-en, hagyjuk. Yeah. Itt van még azt, az biztos, hogy az RTL-nek tellett kokainra, mert itt van Curtis. Nehogy a lisztet összekeverje, és abból süssön fánkot a többieknek, mert vidám lesz a forgatás. Hát megérjen oda a forgatásra. Aki már nagyon sokára kezdi újra az életét, meg most vidékre költözik, meg a tököm tudja, amúgy volt újpesti labdarúgó, én még arról a nevéről ismerem egyébként, illetve láttam a pályán. És itt van az a Manuel, aki néhány éve tűnt fel valamelyik egyéb tehetségkutatóban, azóta pedig a leginkább akkor lehetett volna róla hallani, amikor roppant szánnivaló módon egy állatmenhely adományos dobozát lopta el néhány haverjával együtt. Na, pontosan ezek azok az emberek, akiket a magyar fiatalság számára példaként kell állítani. Nézd már, fiam, ott a bohóc! Mert ezek azok, könyörgöm, kevés kivételtől. Egy Trokán Nórát félig aláírok, egy Miklós Erikát aláírok. A másik kettő mi? Miért kell oda? Egy zenei műsorba. 2,5 kiesett a 4-ből, azért az elég szar. És akkor még bónuszban az egésznek a koronájára felül Istenes Bence. Jó, de tudjuk, hogy amit nem a Balázs vezet, azt az Istenes Bence. Igen, tehát igen. Az egyik legirritálóbb arc a magyar televíziózás elmúlt 20 évében, de ez csak az én véleményem. Nagyon túl van játszva és túl van pörgetve a srác, mindegy, engedjük el. A Curtis meg a Manuelt nem az, hogy zenei műsorba elhívom zsűrizni szakmai embernek. Nem tenném őket képernyőre. Ja. Mert nem. Nem szolgáltak rá. Kerüljön oda az, aki rászolgál, aki tényleg példaké. És mit mutatsz, mit sugalsz azzal, hogy ők kócsok? Én, hogyha ott lennék fellépőként, én tuti visszaszólnék, hogyha egy Manuel vagy egy Curtis akarna nekem bármi szakmai észrevételt tenni. Tuti. Hogy ne haragudj, hogy jössz te ehhez. És tökéletesen megértem igazából azt, aki a Gáspár Lacinak visszaszól. Igen. Az őthajú lány, bazd meg. Igen. Ki megmersz szólalni? Tökéletesen megértem azt, aki elküldi a francba azt az embert. Hát milyen jogon ülő ott már x-edik éve? És osztja az okosságot. Röhögni lehet csak azon is. Mint az unokatesóján, menjél csalje haza magadnak. Ezen kívül sok szakma itt nem mondott. Tudod, mi a durva? Most azon gondolkodom, hogy mi lehetett itt a szakmai kiválasztás castingon, hogy így szia, figyelj, elénekelnél nekünk a boci-boci tarkát. És így el tudták énekelni, de nem nézem ki Curtisból, hogy egy boci-boci tarkát el tud énekelni, vágod? Nem nézem ki belőle, hogy tudja mi az, hogy terc. Tehát nem nézem ki belőle, hogy meg tud különböztetni a fals hangot a nem falstól, mindezt arra appellálva, hogy amikor voltam Majka Curtisen, mert voltam olyan koncerten, amikor éppen együtt volt az álompár, hogy halvány kurvára nem zavartatta magát, hogy nincs hangba. Tehát, hogy egyáltalán őt nem érdekelte a dolog. Szaktekintélyek. Tehát ezek az ország csúcs zenei szaktekintélyei, srácok. Én megmondom őszintén, én itt a Miklós Erikát sajnálom egy picit. Igen, tehát
Hogy tudott ennyi korpa közé keveredni? Igen. Egész egyszerűen. Meg hogy miért nem a TV2? Tehát a TV2 hogy nem hívta, amikor tudjuk, hogy ő neki mi a politikai hovatartozása. Bár de mondjuk akkor már nem is sajnálom. Na mindegy. Azt hallottad, hogy a Tóth Gabi beszólt valakinek? Kinek nem? Nem hát igen, hogy beszólt az 444-es újságírónak, hogy a róla kikerülő videóriport manipulálva lett. Aj, annyira imádom, mikor egy fideszes beszél manipulált riportokról, bassz meg, tehát, hogy akkor köszi, ennél nagyobb oxymoron a világban nincsen. Tehát, amikor egy fideszes beszél manipulált és beállított riportokról, geci. De azt vágod, szégyen. Amikor lenyilatkozta egy műsorba a Tóth Gabi, hogy ő bárkinek nagyon szívesen ad interjút, majd 2 percre rá ment föl az öltözőjébe, és utána ment a... Azt hiszem az is a 444 volt, vagy a Telex, vagy nem tudom, hogy művésznő tudnánk egy interjút csinálni? Nem adok interjút magának. Aha, bárki vele jön beszélgetni, csak veled, meg veled, meg veled, meg veled, meg veled nem. Persze. De aki alám kérdez, azzal leülök. Igen. Menjünk ma a faszomba. Tehát, nem, és tudod, az a baj, hogy eltartjuk ezeket az embereket. És nem értem, hogy miért. Igen. És hagyjuk őket, és teret adunk nekik, hogy picsogjon, hogy nem él meg. Te figyelj már, Gabi! Ha te nem élsz meg ebbe az országba úgy, hogy 13 éve egy adott párt van kormányon, akivel te szimpatizálsz, nem lehet, hogy gond van azzal a párttal? Most komolyan kérdezem, Matyó hímzésen innen meg túl. Komolyan kérdezem, nem lehet, hogy gond van a párttal? Hogy nem a többivel van a gond, akinek ez nem tetszik? Aki nem birka és nem hajtja be a fejét? Nem az nem lehet, hogy nem azokkal van a gond? Hanem a fejétől bűzlik a hal? El kell gondolkozni rajta. Föl kell tenni otthon egy Csángó népdalos lemezt, azt el kell gondolkozni rajta, hogy most akkor mi van. Isten szeret téged is, és téged is, igen. Igen, tudjuk. igen. Annyi mindent rákötnék, de nem kötök. Tehát, hogy elmennénk megint olyan irányba, amiben nem szeretnénk elmenni. Tehát, igen. Egyszer csinálunk egy olyan adást, azt lehet, hogy majd csak Patreonra, vagy nem tudom hova rakjuk föl, amiről, ahol majd így nem tűrtőztetjük magunkat ilyen témában sem, azt igen. Nem rakjuk ki a nagy közönségnek, nem kell látnotok, csak aki tényleg szeretné. Egyszer csinálunk egy ilyet. Igen. A Tóth Gabi egyébként engem egy picit arra a nyugdíjasra emlékeztet, aki elmondja mindennek a Blankát, aztán tapsol a tévébe a Bayer Zsótikának. Ja, aki a másik legnagyobb pojáca, bazd meg. Tehát az a pali, annak az tényleg nem... Az, ha kimerne menni az emberek mögé, már nem lenne egy épp foga se. Ha az a pali kimerne menni az emberek közé. És nem csak a stúdióba lenne elemében, a kis sójában, amikor 70 éves nyuggerek átszellemülten tapsolnak neki. Mert ott kemény csak a pali. Meg Facebookon visszaszólogatni. Te ugasz vissza bárkinek, bassz meg, ugyanabba a stílusba. És helyre mersz utasítani bárkit. Ki vagy te? Kinek képzeled te magadat? Mit képzelsz magadról, Zsótika? És megmeri tenni. Megmeri tenni, mert a segélyt nyalja egy olyan rezsimnek, ami támogatja. És azért azt, hogy megteheti. Nagyon remélem, hogy eljön majd egyszer egy olyan világ ebbe beköszönt egy olyan kor ebbe az országba, ahol az ilyen felmosoronyok, mint a Bayer nem képzelik magukat függönynek. Csak mikor megéljük még azt? Nagyon remélem. Az a baj, hogy ez... Nem... Hát előbb hal ki a Bayer, mint én. Figyelj, nem az a kérdés, hogy mikor lesz, nem az a kérdés, hogy lesz-e kormányváltás, az, hogy mikor. Igazából. Meg hogy hogyan? Meg hogy intézik el? Igen. Tehát, a demokratikus úton ezek nem mennek sehova. Hát azért mondom, hogy az a kérdés, hogy mi ezt megéljük-e még. Mert egyre kevésbé hiszem azt, amikor tényleg 30 éves tervei vannak a Orbánnak, hagyjuk már a faszomba, tehát... Igen. Na, ja, és még egyet a kedves fideszes szavazóknak, akik azt mondják, hogy Zsinórba 4/2 volt. Nem. Az egyik az nem volt 2/3. A választásokkor. Az egy időközi, amikor az egyik képviselő
helyett megválasztottak egy másik fideszest, mert lemondott a képviselő vagy ilyesmi, akkor lett kétharmad. De az nagyon sokáig nem kétharmad volt. Tanuljátok meg rendesen a mantrát, mert jönni fog a Fekete Volga. És ennyit arról, hogy mikor fogunk rendesen szókimondóan belemenni egy témába. Tamut kollégám előbb emlegette most. Ja. Nem, hogyha a bajáról van szó, hogy nem tudom tűrtőztetni magam. Annyira egy köpni való pojáca az az ember, de komolyan mondom. Hát amit ezével leműveltek, az is gyönyörű, tanítani való volt. Kivel? A Bencsikkel, amikor röhögtek azon, hogy a buzikat föllogatják. Ha megérdemli! Ilyeneket tudnak, erre jók bazdmeg. Ilyen pudvás faszopókat nevel ki a jobb oldal. Gratulálok! Mármint a mai magyar jobb oldal, nem összességében a jobb oldal, mielőtt bárki azt hívja. Ja, persze. Hanem ez a mai magyar jobb oldal. Mert bazd meg, hogyha ez a mai kormány az keresztény konzervatív, akkor én buddhista vagyok. Én meg bazd meg villamos. Az. Minden nyáron ott szoktam ülni Angkorbatba, és a buddha kopasz fején ülök, bazd meg. Minden nyáron. Így van. Figyelj, szerintem rendezzük le, a házkutatás volt Radics Petinél című. Rendezzük dolgot. Rendezzük itt le. Itt arról van szó, ha valaki esetleg kimaradt volna belőle, hogy egy 2016-os süsű paródia miatt az MTVA ráküldte a NAV-ot és a rendőrséget a Radics Petire házkutatást tartani. Egész biztos nem az Orbán paródiák miatt. Biztos, hogy ne soha. Akkoriban még lehet, hogy nem is volt a Orbán paródiája. Igen. És én nekem egyébként azt tetszik ebben az egészben, hogy a Radics Peti utána írt ugye ki egy posztot a Facebookra erről az egészről, és abban azt írta, hogy annyira röhelyes volt az egész szituáció, hogy még a rendőrök is röhögve kértek elnézést. És így tudták, hogy így jó. Tehát, hogy na ez az, amikor nem hivatásból, hanem parancsra cselekszel. Igen, tehát ez az, amikor pribék vagy. Igen, és én pont azért nem bírnék rendőr lenni, mert én nem tűrném el, hogy egy olyan faszkalap osztogasson nekem parancsokat, aki annyira hülye, hogy a munkahelyére alig talál be. Én ezt nem... Volt már, amikor nem tűrtem a történelem során, és el is jöttem onnan, de engem ne utasítgasson, hogy ostobább ember. Tehát, hogy... Nem, tudjuk a rendőrvicceket, azok biztos, hogy nem csak a járőrökről szólnak. Valószínűleg. Igen. Az ilyenekből látható, hogy felsőbb szinten is elég nagy a káosz meg az agybaj. Igen, tehát hogy én nem értem, hogy tényleg erre kell az adóforintokat elpazarolni. Persze. Tényleg erre, hogy egy 7 éves süsű paródi, egy 1 perces süsű paródiát tiltsunk be a gecibe. Hát és emiatt rendőröket kivezényelsz, és házkutatás, és menjünk már a büdös francba. Tehát, meg ha már itt tartunk, arra kell az adóforintokat elizélni, hogy kerítést vonunk a Karmelitába, és mindig ott egy 8-10 rendőr őrzi. Erre kell adóforintokat, tényleg, mert beszarik, mert tudják, hogy ez... Persze. És egyébként tökre szeretem, hogy azzal védekeznek ugye, hogy építési területre törtek be. Nem. Azt a kordont bontották le, amit tegnap a Momentumosok, és ott meg a rendőrök végignézték. Tehát nem, az nem építési terület, az egy utcával arrébb van, csak ugye kellett még egy kordon, hogy Orbán végig tudjon sétálni, anélkül, hogy a semjénék, meg itt anélkül, hogy bárki ott lenne. Tehát, hogy na, politikából ennyit tényleg, a Radicsra visszatérve meg, hogy vele röhögünk. Tehát ezzel nem tudunk nagyon mit csinálni, csak eléggé elszomorító az a tény, hogy ilyen megtörténhet. Ja. És akkor most megyünk kijebb az országból. Mert én a Richard Dreyfuss kifogadást hoznám még ide, szerintem tök jogosan fakad ki a pali, mert nem régiben hoztak egy rendeletet az Amerikai Film Akadémián. Bocsánat, mondjad? Ezt már 20-ba hozták, csak 24-től lesz érvényes. Ja igen, tehát, igen. De most fakadtak ki rajta, igen. Hogy hoztak egy törvényt az akadémián, 2024-től csak azok a filmek pályázhatnak a legjobb film Oscar-díjára.
amelyek a stábban és vagy a szereplőgárdában bizonyos arányban foglalkoztatnak és vagy szerepeltetnek alulreprezentált társadalmi, etnikai csoportokból embereket. Alulreprezentált nők. Tehát, hogy ez benne van, nők. Én itt mondtam, hogy elment, ne, nem áll. Aki szerint ez normális, kérem, most iratkozzon le, jó? Igen. Nem. Richard, je suis Richard Dreyfuss, basznak. Tehát tényleg, tök megértem, hogy ő kiakad azért, mert tényleg, ez a művészet bekorlátozása, most érted, hazamegy valaki, fölvettek söprögetni, vagy takarítani a Jedi visszatér forgatására, most mondtam egy hülyeséget, mert afroamerikai vagyok, csak azért. Az miért jó? Hogy valakit csak azért vesznek föl, mert a társadalmi csoportjának a többi tagja kinyíkta magának, hogy ők legyenek? Ez miért jó valakinek, hogy nem az érdemei alapján, hanem azért mert. Igen. És valaki meg az érdemei alapján megérdemelni, és emiatt a fasság miatt szorul ki. Igen, és nem is ez a durva, hanem hogy meg van szabva, hogy a felelős pozíciókban minimum két embernek a kisebbségből kell kikerülnie, a színészeknek mit tudom én hány százak, minimum ebből a kisebbségből, tehát itt gondolunk ugye a különböző rasszokra, a nőkre, a mozgáskorlátozottakra és vagy testileg fogyatékosokra. Tehát, hogy ezek azt hiszem azok az alulreprezentált kisebbségek, akikről szó van, és hát elég nehéz komolyan venni. Egyrészt ez ugye a filmművészet halála. Tehát innentől, aki Oscar-díjat szeretne, az vagy konkrétan így írja már a kezdetektől a filmjét, vagy szembeköpi saját magát. Ez a két lehetőség van, mert nincs középút. És megvan arról is a véleményem, valamilyen szinten alkotó emberként, hogyha valamilyen léc alá befekszel, csak azért, hogy beférjél. Persze. Tehát, hogy persze. Az nem úgy született meg benned, és te ezt nem így gondoltad, csak így kell, hogy gondold, és így kell, hogy megcsináld. Igen. És ez meg undorító gyakorlatilag. Igen. És félreértés ne essék, mielőtt bárki azt gondolná, egyik társadalmi vagy etnikai nevezzük kisebbség ellen sem vagyunk. Ja, persze. Ha egy transznemű jobban végzi az adott munkát, mint egy nem transznemű, nem ez nevezzük többségben lévő, igen, akkor csinálja a transznemű. De csak azért, mert ő transznemű, azért ne csinálja. Hát mi ez a beteg világ? Igen. Könyörgöm. Igen. Aztán csodálkozunk az előítéleteken, meg az izéken, meg azokon, hogy ellentétek vannak a csoportok között, amikor tényleg jogosan nehezményezi azt, aki teszem azt egy szak embere az adott területnek, hogy nem kapta meg az állást, mert egy transzneműt vettek fő helyette. Így van. És konkrétan itt gyakorlatilag az összes olyan Netflixes poén, amikor mit tudom én, fekete pákot rakják a Petőfi film elejére. Tehát ez valóra válik, gyakorlatilag. Tehát itt válik valóra. Az, igen, amivel az emberek évek óta poénkodnak. Igen. És nagyon, nagyon érdekes egyébként az, hogy nem elég, hogy van ez a woke mozgalom, ugye, nem elég, hogy mellé van 100 másik, majd mindjárt belemegyünk egy másikba is, mert arról is lett olyan, amiről kicsit beszélünk, de hogy az, hogy mindegyiket beemeljük gyakorlatilag, az életünk részévé tesszük, de ha nem, akkor beletapossák az életünkbe, ez egy elég fura gondolkodás, mert akkor elgondolkodtam én is, kéne valami mozgalmat indítani, tehát, hogy nem tudom mit, de valamit bassza meg. És akkor mások életében mi is férjünk bele. Mindenkit érdemes szerint mozgalom. Az. Nem, mert annak értelme lenne. Azt nem szabad. Tehát olyat nem szabad. Mai világban mi lennénk az első, akiket elnyomnak? Érdemek? Mi az, hogy érdemek? Hát ez valami tablet, vagy mi az is? Igen. Nem. Na mindegy, szóval az van, hogy innentől, ha mondjuk
mondjuk egy fekete bőrű színész játszik majd valami náci hadvezért, akkor ne lepődjetek meg. Igen. Tehát, hogy bocsa, kvóta miatt kellett. Igen, meg hogyha esetleg az utolsó szamurát 2026-ban forgatnák, és Oscar-díjra pályáznának, és a Lawrence Fishburne játszana a szamurájt, az se lenne meglepő. Igen. Vagy valami tájföldi transz illető a nem tudom kit. Mi történt? Bocsánat, csak elfelejtettem. Ja, se baj. Némújjál el. Ja. Így van. 12 dühös emberbe lesznek majd kutyák. Tehát nem tudom. Fú, bazzak, a piszkos 12, hogy nézhet majd ott kitek? Igen. Hát ott is lesz egy, itt egy ázsiai, lesz egy, mit tudom én, egy arab, lesz egy fekete bőrű. Mondjuk ott amúgy obvious képviselő volt az LMBTQ, tehát ott meg volt az a Buzi Ramirez, vagy ki az Isten. Buzi Ramirez. Hát az volt, vagy nem tudom, hogy hívták azt a karaktert a Piszkos 12-ben. Írja már meg valaki, létsz, aki tudja, hogy azt akit be is öltöztettek még lánynak valamelyik jelenetben, azt hogy hívták, légy szíves. Nem vagyunk egyik izétársnak kisebbséggel, az két percek később Buzi Ramirez. Jó, de nem értitek, baj. Na. Értitek, na. Amúgy tényleg nem. Nem értik? Vagy mi? Nem, tényleg nem vagyunk senki ellen. Miért lennénk, persze. Én azt mondom, én mindig is azt mondtam, hogy mindenki úgy teljesedjen ki, ahogy szeretne, engem nem feltétlenül vonjon bele. Tehát ez így nagyon fontos, de mármint nyilván akaratom ellenére. Annak a páros okosnak az akadémián meg üzenek valami. Igen. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy ez kinek lesz jó. A vókosoknak. Wake up, not woke, wake up. Ja. Word. Wake up. Ja, na mindegy. Igen, tehát nagyjából így gyakorlatilag ennyi. Ennyi a lényeg erről. Szerepeltetni kell későségi embereket a filmbe. Mi lesz a feladatom, indián film? Összekötözünk és oda kell feküdni a vonat elé. Ja, ilyen. Ne, akkor meg azzal lesz ugye a baj, hogy rasszítom. Hát de szerepeltettük, döntsétek már el, hogy mi a bajotok, bazdnak, hogy mivel van baj. Van. Úristen. De akkor meg kell csavarni, hogy a fekete bőrű játssza az indián törzsfőnököt. De nem ő fog meghalni, hanem az indián törzsfőnök köti össze a fehér törzsfőnököt, és ő teszi a vonat elé, akit amúgy egy jamaikai, perui félbevándorló játszik. Incsucsunna Chris Hemsworth. Vinetú Brad Pitt. Mennyire szép lenne egyébként. Old Shatterhand, kér a Knightley. Denzel Washington, igen. Sőt, Jackie Chan! Az az Old Firehand lesz a Jackie Chan. Vagy a Matt Spencer. Igen. Aszta, na jó. Na mindegy. Ja, szóval nem akarjuk ezt elbagatelizálni, de az. Hindenber 2026-ban fekete pákó Kossuth Lajos. Győzik-e Veselény? Az de szép lenne. Az de szép lenne. Jönne a Veselény a zebra mintás kapöből szőrme kabátban. Jaj, more, de messze van az a Buda, kössük pá össze. Ne kelljen bájtát áthajózni. Milyen düblingbe visztek már, Dick? Na, jó. Szóval, ez szerintem elég volt, menjünk még egy helyre, mert ami egyébként helyre. Az abszolút paradoxon, mert kibasztak valakit egy filmből, pedig fekete. Igen. Hogy is volt, mert te angol nyelvű irományt hoztál ide a helyzetet magyarázatban, amit te értesz. Itt ugye arról van szó, itt a Jonathan Majors nevezetű színész úriemberről van szó, ugye a Kanga Marvel Universe-be meg nagyon sok helyen láthattuk még. Arról van itt szó, hogy őt megvádolták azzal, hogy bántalmazott egy hölgyet. Uh-huh. Na már most, a tárgyalás egyébként, ha jól emlékszem, talán tegnap volt, nem tudom, hogy mi lett a kimenetele az egésznek, de a sztori nagyjából arról szól... Már hogy tegnap? Május 9. Ó! Értem. Tehát, hogy tegnap, ma május 10-e van. Na, csak hogy értsétek. Itt arról van szó, hogy kihívták a rendőrséget New Yorkban,
hogy bántalmaztak egy nőt, a rendőrség kiszállt, és letartóztatták a Jonathan Majors-t, mert hogy ő volt a bántalmazó fél. No már most a hölgy azt mondta, hogy a hölgy először azt mondta, hogy valóban ő volt a bántalmazó fél, de amikor bement, akkor már üzeneteket küldött a Majorsnek, hogy remélem jól vagy, visszavontam a vádakat, tudom, hogy te csak segíteni akartál, és te hívtad ki a 911-et, és hogy velem voltál, és mit tudom én, és köszi, és csak azért tartanak fogva még, mert ez a protokoll. Ezt mondták egyébként az ügyvédek is Majorsről, csak azért tartóztatták le, mert ilyen helyzetekben ez a protokoll, de nem fognak vádat emelni. Na most ezzel szemben vádat emeltek, ugyanis itt jön a csavar az egész történetben, hogy a hírek szerint még több hölgy is oda ment az ügyészségre, hogy azt mondják, hogy őket is bántalmazta a Majors. Ezek így gombamot szaporodnak. Ezek így gombamot szaporodnak, jönnek, így van, és ugye nagyon fontos, hogy mindenki egészen idáig elnyomta magában. Ahogy ez lenni szokott, és nyilván egyik se a barátnője. Valószínűleg nem is ismerik, igen. És az van még benne ebben az egész sztoriban, hogy nyilván ugye azt mondták a Majorsnek az ügyvédei, hogy a nőnek a szájába adták gyakorlatilag a rendőrök azt, hogy bánt, de bántalmazott, ugye? De bánt, ő bántott, ugye? Ő bántott. És mivel a csaj zavart volt, és egyáltalán nem volt magánál, legalábbis a helyszíni jelentések szerint, ezért bólintott. És akkor abban a pillanatban fogták a Majorst, és az ügyvédek meg azt mondják, hogy itt nem kis faji különbözet van, mert hogy nyilván egy törékeny fehér nőt, akin egyébként még horzsolások is vannak, nyilván nem fognak elvinni, még ha zavart is, egyből a nagy darab feketét fogják elvinni. Ez ugye Amerikában egy eléggé sarkallatos pont. Na most itt van még a sztoriban egy szintén olyan csavar, hogy azt mondta, mind a ketten mondták, hogy igen, találkoztak aznap este, buliban voltak, viszont van róla felvétel, hogy a buliban szétváltak, és ott még a csajnak semmi baja nem volt. És onnantól ők nem találkoztak, és utána a csaj hívta oda a Majors-t a lakására, hogy rosszul van, és menjen segítsen. És ő meg oda ment, látta, hogy mi történt, és kihívta a rendőröket, és mégis őt tartóztatták le, és dobta ki az ügynöksége, és dobta ki a menedzsere, és dobták ki a mindenhonnan. És gyakorlatilag tették a karrierje. Igen, tehát, hogy megint ott tartunk, amiről már kifakadtunk elég sokszor, hogy bemondásra lehet emberéleteket tönkretenni. És ugye itt jössz te a képbe, hogy oké, de most a MeToo meg a BLM összefeszül, akkor mi lesz itt a végeredmény? Tehát, hogy... Titán, életre kell a Skynet akkor, vagy mi van? Titánok harca ehhez képest, az meg egy Tesvesz város, komolyan mondom. Most akkor mi van? Képzelem a bírót, hogy mi lesz majd, hogy... Tudod, amikor van az a mém, hogy a gombot melyiket, és akkor a bíró itt törölgeti, hogy melyiket nyomja, megeszi BLM, vagy izé, MeToo, és akkor vagy meg, ez nehéz. Igen. Tényleg, amúgy nem tudjuk, mi az igazság, de nem ez lenne az első eset, ahol egy bemondásos ruhatár alapon vádolnak meg valakit. Tehát ez, csak ez... tudod, amikor arra, hogy ártatlan vannak bizonyítékok, arra, hogy bűnös nincsenek bizonyítékok, és mégis bűnösnek tartják, akkor hol van itt az ártatlanság vélelme? Ja, ez érdekes keverék egyébként, ugye? A modern demokráciának, demokratikus ártatlanság vélelme bíráskodásnak, meg a napóleoni elveknek, hogy a gyanúsított a bűnös, ami nem bizonyítja az ártatlanságát. Igen, a napóleoni elvek arról szólnak, hogy nem a vádlott, nem az ügyészségnek kell a vádlott bűnösségét bizonyítani, hanem a vádlottnak azt, hogy ő ártatlan. Mexikóban a mai napig így működik például. Csak mondom, hogy ha mexikói börtönbe kerülnétek, akkor sok jóra ne számítsatok. Hát de mondjuk azt tudjuk a filmekből is, hogy... Persze. A Dél-Amerikában az ott nem jó. Persze, de tényleg műtesd át magad előtt a mexikóira, akkor te jobbak az esélyeid, de gringóként esélytelen. Igen. Ja, szóval... Az meg nem... Nem csoda, hogy én kevés érzem jól magam ebben a világban, tehát beteg ez az egész. És boldogan tapicskol benne mindenki, bazd meg. Csak én érzem magam szarul. Meg te.
Hát igen, a mert... A külvilágon azt látom, hogy nekik ez tök jó. Mert ugye közben meg itt nálunk azért lóháton engedik ki a börtönből. A... Hogy hívják, hogy a keret? Tudom, Budaházit. Budaházit, igen. Tehát, hogy izéni karlendítésekkel menetelni, meg cigányokat verni, meg mit tudom én, mit, az teljesen rendben van. Mindegy. Igen, tehát ezekkel a ventilálókkal igazából mondanánk, hogy kicsit rá akarunk világítani dolgokra, de én reálisan nézve inkább azt látnám, hogy ez kurvára felesleges, inkább csak kiadjuk magunkból egy igen, kicsit. Igen, igen, igen. Tehát ettől nem lesz senkinek jobb, csak nekünk. Igen, és ennyi. És nem esünk neki például egy autósnak, amikor ránk dudál a forgalomba. Tehát kiadjuk magunkból így itt nektek. És ti is ki tudjátok adni magatokból otthon. Ja. Mert ezek azért hozzuk el nektek, meg azért számítanak szerintünk kardinális problémáknak fel, mert valamilyen szinten mind a zenéről szólnak, és valamilyen szinten mind a művészetről szólnak. Aminek ugye szennek és sértetetlennek kéne lenni minden világi dolog iránt. A sportnak meg a művészetnek szennek és sértetetlennek kéne lennie. Ehhez képest mit látunk? Ezt. Öltönyös faszok mondják meg művészeknek, hogy mi legyen a művészetük. Igen. Nem tudom milyen indítatásból, vagy ki a kurva élet mondta, hogy ezt képzelhetik magukról, de akut fontoskodási kényszerből, vagy mi a faszból? Menjél számolgasd a pénzed, az való neked. Igen. A művésznek hagyjad alkotni. Egyébként itt van pont, hogy hogy a nőci azt írta a Majorsnek, hogy én mondtam nekik, hogy az én hibám volt, mert próbáltam elvenni a telefonodat, ez nem volt egy támadás. Igen. Tehát konkrétan ezt így megírta a nő. és egész egyszerűen nincs hatása. Tehát, na mindegy. Soha ne tegyetek a rosszat a nőknek, mert megvannak az eszközeik, hogy ártsanak komolyan. És nem csak a tökörrugásra gondolok. És ki tudja hány évvel ezelőtti elkövetett dolgokért. Tehát, igen. Tényleg, amikor előásunk olyanokat, hogy kit mondták a Bob Dylant, hogy a 80-as években valakit az meg 40 évvel ezelőtt. Hát már ki emlékszik arra, érted? Tehát, ha megcsinálta, akkor baszódjon meg, de hát most bemondásra hagyjuk már. De ez mondjuk ugyanaz, hogy amikor 2000-es években ítélnek el 95 éves embereket, akik annó hadifogoly táborokat őriztek. Mert 44-ben, amikor már nem volt felnőttkorú hadrafogható ember a náci Németországban, a kezébe adtak egy géppuskát, odabaszták a kapuba, Bubu őrizd. Bubu megőrizte, ja. És őrizte. Ennyi volt a bűne, és most 92 éves korában előrángatja néhány fasz azokért a bűnökért, amiket jó, tudom, hogy meggyőződésből is voltak ott, persze, mondjuk akkor már a vége felé kevesebben. Mert akkor már, aki meggyőződéses volt, azt az zömmel már elesett addigra. Igen. Nyugati vagy keleti fronton. Igen. Ne higgyük azt, hogy mert ez szokott lenni a kedvenc, hogy ugyan már ott mindenki meggyőződésből. A faszt! De hogy mindenki meggyőződésből. 16-17 éves gyerekek? Azt se tudják, mi az, hogy meggyőződés. Ne őrüljünk már meg, és 90 éves koruk meg előrángatjuk őket. Az utolsó 3 évükre bebasszunk a börtönbe. Hát gondolkozzunk már el. Igen. Alig hiszem, hogy ő veri a mellét, hogy milyen büszke arra, amit 45-ben csinált. Valószínűleg ő is szégyelli magát miatta egy utólag. De nyugodtan basszunk be tényleg, 94 éves ember, basszunk be 5 évre a börtönbe. 60 éves bűnökért. Zárójelve csak annyit tennék hozzá, hogy bezzeg a valódi mostani háborús bűnösökkel nem tudunk mit kezdeni. Igen. Majd azt is 40 év múlva. Igen. Amikor már igen. Nem tud menni meg védekezni. Igen. Nagyon remélem egyébként, hogy 40 év múlva, békés öregkorában, ami nem jár ki neki egyébként, az a pár fasz rendőr pribék is meg lesz hurcolva, amelyik lekönygáz azt a pár diákot. Nagyon remélem, hogy 40 év múlva valamikor, 80 és a halál között titeket is előrángat valaki, odabasz egy bíró elé, és kaptok 3 évet. Alkotmány ellenes, meg demokrácia ellenes, nép ellenes bűncselekményekért. Nagyon remélem. Ki járna?
És az már szégyen, komolyan mondom. Szégyen az egész. Ja. Na jó van, gyerekek. Szerintünk most így ennyit a ventilációról, nem? Igen. Úgyhogy, srácok, írjatok meg bármit, ami eszetekbe jut. Tényleg. Nyugodtan küldhettek még ilyenek, hogy miről ássunk valamit, de ha nem, igazából úgyis naponta. Találunk mi magunknak. Tehát elég kinyitni a szemünket, és már is olyan dolgok jönnek szembe ebben a mai világban, amin tulajdonképpen hosszasan rédzselni volna kedvem. De és tényleg az, hogyha még az országon belüli dolgokat is így az elmúlt 2-3 hétből idehozná, akkor szerintem még egy másfél órát itt ülnénk. De nem. Tehát nyugodjatok meg. Nem. Azt, ez csak egy eszencia. Úgy gondoljuk, hogy a nézőink vannak annyira intelligensek, hogy tudjátok ti magatoktól is, hogy azokról mit gondolunk. Tehát ennyik voltunk gyakorlatilag. Mára, aztán legközelebb megjövünk. Ja. Írjál, iratkozzá, és ventiláljál is. Vagy ventiláljál te is. Így van. Pörgess ki magadból a szart. Így. Mert jó. Így. Ciao. Sziasztok. Ciao.